Itt vagyunk a Pelé című életrajzi film díszbemutatóján, ahol Kucsera Gábor sikerült elkapni. Gábor nem jött focimezben. Mi ennek az oka? Hát ez annak az oka, hogy pont próbáról jöttem, úgyhogy nagyon kapkodós volt, és reggel elfelejtettem berakni a Ferencváros mezemet, én abba jöttem volna. Úgyhogy elfelejtettem, Edinával beszéltünk is, hogy én is Fradi mezbe fog jönni, de ez reggel a nagy rohanásból lemaradt. Világos. Mennyire vagy egyébként foci rajongó? Van-e kedvenc csapat, van-e kedvenc focista? Hát én abszolút nagyon szeretem a focit, bármi meghökkentő, én tényleg a magyar focit szerettem, csak a Ferencvárost, úgyhogy régen megnéztem mindig mi BL-eket, mostanában annyira nem nézem engem, tényleg ez a magyar foci szórakoztat, én nagyon szívesen nézem, de tényleg csak a Ferencvárost. Kedvenc játékosom, hát én onnan mondjam, akkor én tényleg csak a Fradiból mondanám, én Lipcsei Peti, Albert Flóri, nekem Simon Tivi, akik nagy kedvenceim voltak. Én nem szerettem sose ezt a külföldi ez csapatoknak való szurkolást. Persze vannak ott is olyan csapatok, amiket szívesen nézek, de úgy gondolom a szívem az magyar, úgyhogy magyar csapatnak szurkolunk. Nagyon helyes. És mi újság van a vizeken? Jársz-e mostanában azért leedzésekre? Látogatod-e a kajak egyesületet? Nem látogatom a kajak egyesületet, illetve a vizet sem látogatom. Az eltiltás óta nem nagyon voltam víz közelébe, illetve edzőterem közelébe se. Ezt a kérdést ezt most még így hanyagolom. Egyébként ez csak egy megjegyzés, hogy én is annak idején kajakoztam, és mi annak idején versenyeztünk egymás ellen. Nagyon csúnyán kikaptam tőle, de ezt még egyszer vissza fogod kapni. De igen, mi nyomtuk egymás ellen. Mi újság van a nagy duettben? Most egy új szerepben próbáltad ki magad, ami egyébként egészen jól megy, mert fordulóról fordulóra juttok tovább. Ez nem tudom, hogy ez a te érdemed, vagy esetlegesen a párodi, de minden esetre becsülettel helytálsz. Hát igen, ez egy teljesen új szerepkör számomra. Én annak ellenére, hogy hotbina vagyok, én eszméletlen jól érzem. Ezt nem veszük észre. Én eszméletlen jól érzem magam a színpadon, és nagyon jól szórakozom egyébként saját magamon, és azt gondolom, hogy az ember tud magán szórakozni, az nagyon jó, szóval én abból is így tisztán vagyok magammal, hogy se tánc, se ritmus, se zene, engem minden zavar. De hát úgy vagyok, hogy ez egy szórakoztató műsor, és azt gondolom, hogy azonban talán akkor tetszik az embereknek, hogy tényleg hétről hétre tovább jutunk, és tudom szórakoztatni az embereket. Meg annól a Henrynek egy kérésem volt, hogy ne az első műsorba essünk az első adásban, mert az nagyon ciki lenne. Hát erre most már két adás múlva itt van a döntő, ezt nem gondoltam volna, hogy ideig el fogunk jutni. Teljesítette akkor ezek szerint a kérésedet. És mivel készültek a következő produkcióra, erre lehet-e valamit tudni, hogy mivel készültek a döntőre? Fogsz-e esetleg egy picit többet táncolni? Hát az igazság, hogy mi pont beszéltük a Hennyvel, hogy az első adás óta mi állandóan táncolunk és koreót táncolunk, meg készülünk táncokkal, míg mások néha csinálnak táncokat, nekünk mindig van valami tánc benne. Gondolom ezért... És a Henny részéről? Hát a Henny részéről, azt gondolom, hogy a táncot azért én megszoktam általában csinálni, a tánccal nincsen baj, meg ugye páros táncokat táncoltunk leginkább, meg koreó van, úgyhogy ezt nekem is csinálnom kell. Én azt gondolom, inkább az ének, ami néha, hogy a hang az nem jön ki, vagy nem jó hallatszik a tévén keresztül, pedig tényleg becsülettel tolom, nyomom, de hát tényleg egy más műfaj. Én úgy érzem, hogy szól a hangom, kifele ezek szerint nem mindig hallatszik, meg az azért nehéz így ugrálva, fölle, tényleg teljes erőből, meg torokból, tüdőből nyomni a hangot, igen, tényleg nehéz. Egyébként most az UFO-nak a Napolaj című száma lesz az egyik, meg a Beyoncé-tól lesz egy szám. Ez a kettő lesz most így az elődöntő, amivel fogunk készülni. Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó szórakozást kívánok a filmhez. Köszönöm.